Az idei tavasz és nyár próbára tette tehát a turizmusban dolgozókat. Ezeket a hónapokat fogják értékelni mai vendégeink, horvát alpár turisztikai szakember, a Bábesbolyai Tudományegyetem Gyergyószent Miklósi turisztikai főiskolájának oktatója, majd Kelemen Barnával, a World Travel Shop utazási iroda egyik tulajdonosával tekintünk a határokon túlra. Kezdjük a belföldi értékelővel. Horvát alpár turisztikai szakembert köszönhetjük online. Szia, alpár, köszöntelek! Jó estét kívánok! Szervusz! Belföldi turizmus eddig ugye úgy működött, hogy egy nemzetközi piaccal együtt. Tehát neked már kérdeznem sem kell téged, mert hogy már rögtön a bejátszásból leszűrött, hogy én mit akarok kérdezni. Szuper! A belföldi turizmust eddig úgy tárgyaltuk, hogy a nemzetközi piac részeként. Na most az történt az idei évben, nagyjából úgy március folyamán, hogy a nemzetközi piac összeomlott. Egy dolog a járvány, más dolog a járványra adott kedéseknek a hatása. Tehát a járványtól valamit ugye média is közvetít, intézkedések, karantén, stb. Kötelezettségek visszavetette az utazási kedvet, de ez még önmagában nem lett volna elég, mert az utazási kedv nagyjából április-májusra azért jelentkezett az embereknél. Csak az adminisztratív korlátozások miatt nagyon sokan lemondtak a külföldi utakról akkor is, hogyha már voltak foglalásaik, és ez azt jelentette, hogy a külföldre irányoló forgalom egy része belföld felé irányul. Na most ez azt jelenti, hogy a kérdés az, hogy milyen szegmensekről beszélünk. Tehát a magas kategóriát, exkluzív nyaralásokat választók, azok a belföldön is az exkluzív felszíneket keresték. Tehát emiatt a pozitív példákat nem tudjuk általánosítani az egész turisztikai szektorra. Tehát egyáltalán rész a képnek a kétségbe esett vállalkozó, és ugyanakkor a másik oldalon ott vannak azok, akik jó, hogy megyei turisztikus támogatással élve reálltak a folyamatnak, és képes hazai keresletet bevonzani, itt Székelyföldre gondolok. Ezen belül Kovászna megyében indult el először ugye a Visit Kovászna Safe Place kampány, amivel üzentek a piacnak, hogy lehet ide jönni, mert itt minőségi szolgáltatások vannak, biztonságos előírásoknak megfelelnek a vendéglátók, tehát nem elég csak megfelelni az előírásoknak, hanem kommunikálni is kellett azt. És ezt ügyesen meglovagolták néhány háromszéki exkluzív, vagy mondjuk úgy, hogy a kastélyturizmusban érintett vállalkozás. Egyik példa az, hogy új programcsomagokkal jelentkeztek kimondottan a belföldi piac számára. Az érdekes az, hogy miközben a nagyvárosi szállodák, most Szebeni kolléga is éppen említette, hogy gyakorlatilag bezárták a multinacionális cégeknek a nagy szállodáit Nagyszebenben, vagy éppen lehet, hogy Marosvásárhelyen is ugyanez a helyzet előállt. Nagyon sok helyen ugye a nagy szállodák működtetése nagyon gazdaságtalanná vált, hiszen a teraszos vendégfogadás az nem volt alternatíva a beltéri rendezvények pótlására. Nem csak a rendezvény étkeztetésről beszélünk, hanem egyszerűen a svédasztalos reggeli vacsoráknak a kérdéskörére. Tehát a nagyok azok úgy tűnik, hogy nagyon megsínylették. Valószínűleg megsínylették azok is, akik kicsik és kevésbé vannak integrálódva a szakmai hálózatokba. Na most ezért az árnyalt képből én kiemelném a pozitív vonatkozásokat, hogy szerencsére a turisztikai egyesületek, amelyeket önkormányzati háttérrel, de vállalkozói részvétellel hoztak létre Székelyföldön, Kovászna megyében, Hargita megyében és most már Maros megyében is. Ezek a szakmai szervezetek kezdettől fogva olyan ajánlásokkal, szakmai útmutatásokkal segítették a vállalkozókat, hogy élni kellett vele. Uh-huh. A mai nap folyamán éppen Miklósváron, a Kárnéki kastély udvarán egy Visit Kovászna gála zajlik, ahol nem sokára ki fogják tüntetni azokat a háromszéki vállalkozásokat, vállalkozókat, akik megfeleltek az előírás ezt a szezont, uh-huh. Nem siránkozással, hanem folyamatos munkával, a promóciós tevékenységgel, és hát nyilván nem profitra törekedve, de mindenképpen a költségcsökkentésre törekedve nem. Csökkentették az áraikat, egy kicsit emelték az áraikat, viszont az áremelés az nem föltétlenül jelentette azt, hogy a ügyfélkör visszariadjon ettől. Pont ezt akartam kérdezni, mert hogy fontos az, hogy biztonságban legyen, ezért meg is adja azt a plusz pénzt.
Pont ezt akartam kérdezni, mert hogy mindig úgy tartottuk számon, hogy belföldön nyaralni, szabadságolni jóval olcsóbb, mint külföldön. Ez most mondtad, hogy megemelkedtek egy picivel az árak, de voltak olyan részei a turizmusnak, ahol számottevően megnövekedtek, és akár felért egy külföldi nyaralással? És egy picit, hogyha tudnál ezekre példát mondani, mert említettél exkluzív nyaralásokat is belföldön, hogy melyek voltak ezek? Hát igen. Hát konkrétan itt most egy olyan érdekes együttműködésről hallhattunk, ahol a Háromszék három turisztikai piaci szereplője, nevezetesen az Abolai birtok, az Olaszteleki Daniel kastélyszálló és a Miklósvári Kálnoki gróf vendégházai és a mellette levő és a háta mögött látható Kálnoki kastély egy csomag részévé vált. De nyilván nem csak kastélylátogatásról szól a dolog, hanem egy olyan 6 éjszakás programról, ami felnőtteknek olyan 700, többi 700 euróba kerül, nem tudom pontosan az árat. Tehát mindenképpen egy olyan, amit nem sokan tudnak megfizetni, de pont annyira megfizetik, ahányan elférnek ezekben az egységekben. Tehát ezeknél az egységeknél az a piaci szegmens, amelyik esetleg külföldön nyaralt volna, de nem nagyon akart elmenni, mert bizonytalanságok voltak körülötte, azok inkább eljöttek és felfedezték Háromszéket. Lehet, hogy egyrészt engedelmeskedve a Visit Kovászna brand hívásának, de ugyanakkor felfedezve azt az ajánlatot, aminek ugye exotik három Transzilvánia a megnevezése. Értem, tehát... Az a lényeg, hogy ezeket az egységeket úgy kell szemlélni, mint zászlós hajókat. Tehát ők mintát mutatnak a többi vállalkozásnak is, hogy hogyan kell a versenytársaknak együttműködni olyan programok kidolgozásába, aminél ugye nem kell félni a beltéri zsupoltságtól, tehát ez nem a tömegturizmusról szól. Nyilván nem muszáj mindent a 700 euró fölötti programcsomagokban elképzelni, tehát ezt meg lehet csinálni középkategóriás szegmensben is, csak más szállásadó egységekre támaszkodva. Hát ez nagyon jó hallani, mert hogy így összefoglalva akkor elmondhatjuk, hogy igen, volt az a réteg, akit nagyon érintett, de hogy éppen az ilyen példák által, akik elől mennek zászlót tartva, hogy így kell csinálni, és úgy kell csinálni, és így kell alkalmazkodni, hogy átvészelni ezt az időszakot. Végül is akkor azt mondhatjuk, hogy a székelyföldi megyékben azért volt haladás, nem stagnált ez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Alpár, ezt a beszámolót. Ezt akartuk tudni, hogy legyen egy ilyen mérlegünk az idei turizmusról. Köszönöm neked, hogy időt szakítottál ránk. Hát októberben még egyet azért kell mérlegelni mindenképpen, hogy a szeptemberben mit fog pótolni a kimaradt júniusból mondjuk. Rendben, köszönöm szépen, beszélünk még.